Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük ment föl egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Akkor megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira megvoltak illetődve és ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, mit láttak, amíg az emberfia föl nem támad a halottak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy föltámad a halottak közül. Aztán megkérdezték tőle: miért mondják az írástudók, hogy előbb el kell jönnie Illésnek? Ezt válaszolta: igen, előbb eljön Illés, és mindent helyreállít. De az is megvan írva az emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie, és megvetésben lesz része. Azt mondom nektek, Illés már eljött, de kényük kedvük szerint bántak vele, ahogyan előre megírták róla. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, ha nem a szokványos szempontból nézzük ezt a mai evangéliumi elbeszélést, akkor bizonyos összevisszaságot találunk benne. Mik is ezek? Az Úr Jézus maga mellé veszi a 3 apostolt. Már maga ez a gesztus arra utal, hogy tanítani akarja őket. Más alkalommal is, amikor a tanítványokkal félrevonult a tömegtől, külön magyarázatot adott nekik a példabeszédekről. Ezt Szent Márk külön is megjegyzi evangéliumában: amikor egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Úgy tűnik, hogy most is ez fog történni. Ám a hegyre érve az Úr eltűnik az apostolok mellől, és Mózes meg Illés társaságában tűnik föl egészen különleges módon. Nem is a 3 apostollal beszélget, hanem a 2 jelenséggel. Péter pedig talán illetlenül is beleszól a beszélgetésükbe, de választ nem kap Jézustól. Ehelyett felhő borítja be őket, így már nem is láthatták tovább a mesterüket, viszont egy hang szólal meg: ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Csak következtetni lehet az elhangzottakból, hogy ez az atyának a hangja volt. Így is összegezhetnénk tehát, hogy mindenki mással beszélt, az Úr a 2 prófétával, Péter az Úrral, az Atya pedig a 3 apostollal. És ez sem derül ki, hogy az Atya figyelmeztetése mire is vonatkozik. Azt hallgassák, amit az Úr Jézus a 2 prófétával beszélget, vagy csak általában őt hallgassák. Talán eddig nem vették volna komolyan mesterük szavát. Mindebből nyilvánvaló, hogy itt nem annyira a szavak adják a tanítást, hanem maga a látvány és a helyzet. Az Úr Jézus Mózessel és Illéssel beszélget. Ez a helyzet nyilvánvalóvá teszi a 3 apostol számára, hogy amit mesterüktől hallanak, az egyáltalán nem új tanítás, hanem szerves folytatása annak, amiben felnőttek. Ma így fogalmazhatnánk: az Ó és az Új Szövetség elválaszthatatlan egymástól. Péter sátorépítési tervét nem vetette el senki, sem az Úr, sem az Atya.
Viszont az atya figyelmeztetése módosítja ezt. Nem sátorban kell Krisztus mellett lenniük, hanem az ő tanításában, oktató szavaiban. Sőt, ezt a sátort majd maga az Úr Jézus adja számukra. Hiszen az utolsó vacsorán ezt mondja nekik, aki szeret engem, megtartja tanításomat, szeretni fogja őt atyám is, hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Maga a jelenség pedig a jövőt mutatja meg nekik. Aki hallgat az Úr Jézus tanítására és tettekké is váltja azt, az a megdicsültek közelébe kerül Krisztus mellé. Úgy, ahogyan az Úr a főpap imában szól erről, atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet. Péter egyszer ezt kérdezte, mi lesz a jutalmunk, hiszen mi mindent elhagytunk. Íme már előre láthatta is, és hallhatta is a jutalmat. Minden követőjére ez a jutalom vár, aki teljesíti akaratát. Amen.